Az Ökotárs üdvözli, hogy a NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a norvég civil támogatási alappal összefüggésben ellenük és az általuk támogatott 17 szervezet ellen folyó nyomozást. Az Ökotárs szerint bebizonyosodott, hogy betartották a jogszabályokat. Az ügyben indított jogtalan nyomozás így teljes egészében megalapozatlan volt, ahogy a támogató országok képviselői is hangoztatták. Móra Veronika a vendégem, jó estét kívánok! Szép estét! Hát akkor kezdjük onnan, nem is az, hogy mit szüntettek meg, hanem akkor mi van még folyamatban? Jelen pillanatban alapvetően egyetlen egy dolog van folyamatban, aminek egyelőre nem tudjuk a kimenetelét, az az adószám felfüggesztés ügyében zajló per, amit ugye mi indítottunk a NAV-nak az adószám felfüggesztő határozata ellen, és amely ügyben az Alkotmánybíróság kb. Két héttel ezelőtt döntést hozott, amely döntésével lényegében véve visszautalta az ügyet az eljáró közigazgatási bíróságnak, és most itt várunk a következő lépésekre. Na de azt az adószámot, azt a NAV függesztette fel. Igen. Most a NAV azt mondta, hogy nem történt bűncselekmény. A NAV-nak ugye különböző bugyrai, igazgatóságai, szervezeti egységei vannak. Ez két teljesen különböző dologról van most itt szó, hiszen ebben az esetben a NAV bűnügyi igazgatósága zárta le a tavaly augusztus-szeptemberben indított nyomozást. Különféle bűncselekményi tényállások hangzottak akkor el, költségvetési család, hát a legsúlyosabb a költségvetési stb. Igen. Ezt a nyomozást ugye a Nemzeti Nyomozóiroda kezdte, és az hajtotta végre a szeptember 8-ai házkutatást is, és valamikor tavaly decemberben emlékeim szerint ezt átadták a NAV bűnügyi igazgatóságának, és onnantól fogva ő folytatta ezt a nyomozást. Az adószám felfüggesztés, ami ugye Kehi elnökének a kérésére történt tavaly, szinte szeptemberben, az a NAV-nak egy teljesen más eljárás rendjébe tartozó dolog, tehát a két ügynek egymáshoz lényegében véve összefüggése nincs, mi vagyunk az egyedüli kapcsolat. Igen, szerintem boldogabbak lennének, ha nem kapták volna meg ezt a hálás szerepet. Ott jól sejtem, hogy egyébként a NAV-nak nincs is mérlegelési joga, tehát hogyha a Kehi azt indítványozza, hogy itt ilyen és ilyen alapos gyanú alapján az adószámot fel kell függeszteni, például nem működnek együtt, nem adják oda iratokat, és így tovább, akkor a NAV azt nem göngyölítheti fel, hogy hogy is volt, hogy viselkedtek ezek a Kehivel szemben, tehát hogy szinte automatikusan akkor, hogyha ezt a Kehi kéri fel, is függesztik. Ez pontosan így van. Ez ugye a Kehivel való feltételezett együtt nem működésnek a szankciója, és ilyenkor a NAV-nak valóban nincsen mérlegelési lehetősége, éppen ezért fordultunk az Alkotmánybírósághoz, pontosabban kértük az eljáróbírót az Alkotmánybírósághoz való fordulásra, hiszen úgy láttuk, hogy az, hogy a Kehi eljárása, tehát a NAV-nak nincsen mérlegelési lehetősége, pert indítani viszont csak a NAV ellen lehet, a Kehi eljárásával szemben nincsen közvetlen jogorvoslati lehetőség, és ezt gondoltuk úgy, hogy alkotmányosan aggályos. Az Alkotmánybíróság a döntésében azt mondta, hogy a jogszabályi környezettel nincsen probléma, de szerinte a bíró az eljárásban mérlegelheti nem csak a NAV, hanem a Kehinek a döntését is. Meglátjuk, hogy ez hogy folytatódik. És mindaz, ami a Kehi előtt zajlott, úgy zajlott, meg zajlik is. Tehát mindaz, amit a Kehi kért, amilyen gyanú alapján kérte ezt, vagy azt, vagy azt az iratot, az ugyanaz, mint amilyen témában és témákban a NAV nyomozott? Tehát, hogy az alapja, a különböző bűncselekmények gyanúja, az ugyanaz volt a két társaságnál, két cégnél? Hát ugye azért nehéz helyzetben, vagy tudok nehezen válaszolni, mert ugye maga ez a bűnügyi nyomozás, ez mindvégig ismeretlen tettes ellen zajlott. Ami azt jelenti, hogy nekünk, mint Ökotárs alapítványnak, vagy nekem személy szerint, mint Móra Veronikának, semmiféle jogállásom nem volt ebben az ügyben, tehát semmiféle közvetlen tájékoztatást mi nem kaptunk. Hogyha mi gyanúsítottak lettünk volna, hál' Isten, hogy nem voltunk, akkor erre jogosultak lettünk volna, így viszont nem voltunk, hanem mindig csak a sajtóból tájékozottunk arról, hogy például már megint meghosszabbították ezt a nyomozást, már megint meghosszabbították ezen a nyomozást. Éppen ezért én azt sem tudom pontosan megmondani, hogy konkrétan milyen bűncselekmények ügyében nyomoztak, és mik voltak azok a megalapozó tények, amelyekre hivatkozással elindították ezeket a nyomozásokat. Hiszen amikor a Kehi tőlünk adatokat kért tavaly nyáron, akkor még semmiféle gyanúról nem volt szó. A Kehi egy ellenőrzést indított a norvég civil támogatási alap ügyében, és közben, miközben a Kehi vizsgálat még javában zajlott, és a Kehi újra és újra különböző dokumentumokat és adatokat kért tőlünk, közben már elhangzottak bűnügyi vádak, és elindult a nyomozás.
De most mindaz, ami a NAV előtt volt, még ha ismeretlen tettes ellen is volt, vagy folyt a nyomozás, tehát önöket ezek szerint nem hallgatták meg, nem hallgatták ki, tehát a sajtóból tudnak dolgokat, de amit mi is a sajtóból tudunk, hogy itt különböző számlák, meg félzokni, meg nem tudom, micsodákat számoltak el, akkor ezek szerint ezt nem tartotta, tehát ezek a nyomozásnak feltételezhetően a tárgya, vagy tárgyai voltak? Hát én is csak találgatni tudnék. Én azt tudom, hogy tőlünk milyen dokumentumokat kértek, milyen dokumentumokat adtunk át, ezeket felsorolni most azt hiszem, hogy eléggé szétfeszíteni ennek a műsornak a kereteit. Hogy ezek közül ők mit vizsgáltak, mit nem vizsgáltak, én sajnos nem tudhatom. Annyit tudok, hogy tavaly szeptember 8-a, tehát az ominózus házkutatás óta hozzánk újabb megkeresés sem a KEHI-től, illetve nem igaz, a KEHI akkor még folyt a vizsgálata, de hogy tavaly szeptember 8 óta sem a rendőrségtől, sem a NAV-nak, a bűnügyi igazgatóságától semmiféle megkeresés nem érkezett, nem hívtak be senkit kihallgatásra, tehát mi hozzánk semmilyen hír, vagy tudomásunkra nem jutott semmi, hogy a nyomozásban milyen lépések történnek. Tehát igen. Így aztán az, hogy miben nyomoznak, tehát hogy a félpár zokni elszámolása az most valóban megtörtént, vagy nem történt, hogy számlával igazolható és jogos volt a félpár zokni. Azt mondjuk, hogy félpár? Igen, ja, tehát egy darab. Az nem derült ki a jelentésből, hogy most félpár zokniról volt-e vagy szó, vagy több zokniról. Lehet, hogy három, az szerintem még gyanúsabb. Mit tudnak csinálni adószám nélkül? Ez egy közkeletű félreértés, hála jó Istennek adószámunk van, hiszen a bírósági eljárás időtartamára a döntést, mármint a NAV-nak a döntését felfüggesztette a bíróság, magyarán a felfüggesztést felfüggesztették. Tehát a mi adószámunk az érvényes és hatályos, és ennek birtokában is, vagy hát nem csak ezért, de ennek birtokában mi folyamatosan dolgoztunk, és dolgozunk most is. Tehát a Norvég Civil Támogatási Alapnak a működése soha egyetlen pillanatra nem állt le a történések közepette sem. Tavaly két pályázati kiírást jelentettünk meg, ezt mind a kettőt lezártuk. Ennek keretében közel 300 projekt kapott támogatást a korábban támogatott projektek mellé, most pedig már ezeknek a nyomonkövetése, végrehajtása és ellenőrzése folyik tehát egészen jövő évig. Mintha mi sem történt volna, maximum egy pár évvel idősebbek lettek egy év leforgása alatt. A norvégok adják a pénzt, mármint hogy a civil részét a forrásnak, és önök pedig pályáztatnak, odaítélnek, szétosztják. Lényegében erről van szó, bár mert egy picit múlt időben beszélhetünk erről, hiszen a Norvég Civil Támogatási Alapnak rendelkezésre álló forrásokat, azokat már lényegében mivel odaítéltük, ebben a bizonyos három pályázati fordulóban, több mint 430 projektnek összességében véve, tehát ezzel a források azok, hogy úgy csúnya szóval mondva lekötésre kerültek, kiszerződtük őket. Van valami forgatókönyv, hogy most hogyan tovább? Forgatókönyv sok van, vagy több is van. Mi igyekszünk mindenre a lehető legjobban felkészülni, de természetesen a fő célunk az, hogy azt a munkát, amit mi a küldetésünk szerint végzünk, hogy a hazai civil szektornak megerősödéséhez, fejlődéséhez hozzájáruljunk, azt továbbra is zavartalanul tudjuk végezni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.